A nyíregyházi északi temető szomszédságában áll a Korányi úti hulladékudvar. A lakosok számára nyitották meg, hogy a háztartásokban keletkezett újrahasznosítható és egyéb speciális hulladékot itt leadhassák, és nem csak a Szabolcsi megye székhelyről, hanem a megye bármely településéről. A hulladékudvarokat azon magánszemélyek használhatják, akik fizetik a hulladék közszolgáltatási díjat, ezt ugyanakkor nem mindenhol ellenőrzik. Nem mindegy azonban, milyen szemetet visznek be, hívta fel a figyelmet a megyei hulladékgazdálkodásért felelős cég vezetője 35 perc című műsorunkban. Tehát vegyes lakossági hulladékot nem fogadnak a hulladékudvaraink. Tehát aki úgy gondolja, hogy na ez már nem fér bele, ez a két zsák hulladék a szemét, hogy úgy mondjam, a kukámba, és azt be akarja odahozni, az nem lesz jó, mert vegyes, kommunális hulladékot nem fogadnak a hulladékudvarok. Ettől ellentétben fogadnak például üveget, öblös üveget, szelektíven papírt, műanyagot, építési bontási hulladékot is fogadunk, illetve nagy darabos lomot. Ugyanígy fogadnak elektronikai gépeket, legyen az akár kisebb mobiltelefontól egészen a 200 literes hűtőig, az elektronikai hulladékot is leadhatják a lakosok. A hulladékudvarok ugyanakkor nem arra szolgálnak, hogy így szabaduljunk meg minden lomunktól. Egy köbméternyi hulladék adható le ezeken a helyeken, ami körülbelül egy utánfutónyi mennyiségnek felel meg. A megyében még csak Nyíregyháza két pontján, a Korányi úti mellett a Kerék utcában található hulladékudvar. December 15-én azonban a tervek szerint Máté Szalkán is megnyílik egy egység, hogy a Szabolcs-Szatmár-Berek keleti részén élők igényeit is kiszolgálják. Később aztán máshol is lehet ilyen a megyében. A társaságunk nem tervezi ilyet, de tudom, hogy az országos hulladék közszolgáltatást szervező NHKV ZRT a megye több pontján tervez még ilyet. Levélben már meg is kereste az illetékes önkormányzatokat, hogy ennek mi a végeredménye, ezt én jelen pillanatban nem tudom megmondani, nem a mi projektünk, de mihelyst nyilvános lesz és megfelelő információt kapunk róla, természetesen tájékoztatjuk a közönséget. A nem túl romos állapotú bútor kanapé, ami mások számára még használható lehet, a nyíregyházi Kerék utcai újrahasználati központba is bevihető, ott egy jelképes összegért értékesítik azokat. Az újrahasználat egyébként a legértékesebb lépcsője a hulladékgazdálkodásnak, és legjobb módja a különféle tárgyak újrahasznosításának.